Köszöntött a báli szezon. Milyen egy igazi báli smink? Hát egy igazi báli smink az mindenféleképpen újjá varázsol egy hölgyet. Annyiban különbözik a nappali sminkektől, hogy lényegesen erősebb színeket használunk, bátrabban használjuk a színeket, csillogóbb színeket használunk, a száj sötétebb színű lehet, amire minden esetben az alkalmi sminknél szájfényt teszünk, ez csillogóbbá, olyan duzzadtabbá teszi a szájat, ami a mai divatirányzatban az egyik központi dolog. Erősen hangsúlyozzuk a szemet. Ennyiben különbözik a nappali sminktől, de meg kell, hogy mondjam, hogy a színházi, illetve alkalmi farsangi sminkeknél is mindig figyelembe kell venni az illető egyéniségét. Tehát, hogy milyen típusba tartozik, milyen szín áll neki jól. Nem csak a divatirányzatokat, mindig az egyéniséget is figyelembe kell venni, és azt, hogy milyen ruhában van. A ruhaszíne, az estélyi ruhaszíne döntően meghatározza, hogy mondjuk milyen rúst vagy milyen színeket alkalmazunk. Most milyen sminket fogsz készíteni? Én most egy alkalmi sminket, ez lehet akár egy színházi, egy báli, egy farsangi smink. Most az idei évben a piros a divatszín, a slágerszín, ez látható az üzletek kirakataiban, az estélyi ruháknál is, és én úgy gondoltam, hogy nagyon kevesen mernek piros rúst feltenni, félnek egy kicsit ettől, talán, hogy nem áll nekik jól. Én szeretném elmondani, hogy a fekete hajúaknak is csodálatosan jól áll, de hogyha valakinek egy kicsit olyan aranyos, szőkés tónusú a haja, ők is bátran föltehetik, és ehhez mindenféleképpen egy szürke tónusú, feketével erősen kontúrozott szemkikészítést tudok elképzelni. Akkor kezdjünk, és neki mi az első lépés? Az első lépés az, hogy lealapozom a bőrt. Ezzel biztosítom azt, hogy nagyon szépen fedjük a bőrhibákat. Ha erősen kivágott a ruha, akkor a dekoltást is természetesen alapozni kell. Soha nem szabad, hogy a nyak és a dekoltás, az arc és a nyak elváljon egymástól. Ha mégis vannak apró bőrhibák, akkor a bőr színének megfelelő korrektorral azt kijavítom. Majd erre, hogy olyan kis őszibarackos, kicsit olyan lehelet finom, bársonyos legyen a bőr, lazán átpúderezem egy porpúderrel. Ezek után következik a szem kikészítése, mindig először a smink színével megegyező, meghatározó színű ceruzával körbekontúrozom a szemet, egy kicsit a szem sarkánál ezt a ceruzát túl kell húzni, és el kell satírozni. A szem középvonala, ez egy ilyen középszínű, a szem belső sarka a legvilágosabb, és attól kezdve fokozatosan árnyalom és sötétítem a szemsarok felé a szemhéjat. Ezek után nagyon szépen ki kell jó dúsra spirálozni a szempillát, a farsangi sminknél megengedett a műszempilla használata is. Majd ezután következik a száj kisminkelése. A rúzs színénél egy árnyalattal sötétebb szájkontúr ceruzát használunk, majd rúzsecsettel nagyon finoman beledolgozzuk a rúst a szájba. Tudni kell azt, hogy előtte le kellett alapozni. Az alapozót a szájra is rá kell tenni, mert sokkal szebben tapad meg a rúzs a szájon. Majd erre helyezzük fel a legvégén a szájfényt.
Én mindig az arcpirosítót, amely tulajdonképpen nem is teljesen helyes kifejezés, mert nem pirosítom az arcot, hanem árnyalom az arcformának megfelelően. Én ezt szoktam mindig legutoljára elhelyezni, attól függően, hogy kerekarcú a hölgy, hosszúkás az arcformája, annak megfelelő helyre helyezem el az arcpirosítót, ez mindig jó minőségű porpirosító legyen, nagy ecsettel a megfelelő helyre ezt elhelyezem, és tulajdonképpen készen is a smink. A bárra való készülődésnél mi a helyes sorrend, az öltözködés, a sminkelés és a frizura készítés terén? Hát legelőször természetesen a frizurát kell, tehát először a fodrászhoz kell elmenni, hiszen amikor már nagyon lealapoztuk a bőrt, akkor a hajtőnél, vagy esetleg ráfolyik a víz. Tehát először a frizurát kell. Majd utána otthon elkészíthetjük a sminket, a ruhát természetesen, főleg abban az esetben, hogy olyan szerencsés, hogy lehet-e alulról fölvenni, akkor minden esetben az a legutolsó már. Ez a smink mennyire tartós, mert egy bál folyamán van vacsora is, ilyenkor, hogyha lejön a rúzs, mit kell tennünk? Hát a szakember által elkészített sminkeknek bizony bírnia kell a hajnalig tartó táncolást is. Léteznek ma már olyan nagyon jó minőségű rúzsok, amelyek bizony még nyomot sem hagynak a poháron, és képesek bizony 5-6 óra hosszát is nagyon szépen tartani a szájat. Sokan tartanak különleges állatokat, rovarokat, többek közt például a skorpiókat is. Ez mostában terjedt el jobban a hazánkban, főleg nagyobb városokban, de vidéken is kezd most már elterjedni ilyen különleges élőlények tartása a lakásban. Honnan származik? Milyen élőhelye van a skorpiónak? Hát a köztudatban a skorpió az a meleg égövön, bár hazánkban is található, de az igazán veszélyesebb, mérgesebb fajok, azok a meleg égőn találhatók, tehát Afrikának a sivatagjaiban többek közt. A skorpiók amúgy félnek az ember közelségétől, egy rejtőzködő életmódot folytatnak, általában repedésekbe kövek alá bújnak el, nappal egyáltalán nem lehet őket látni, főleg éjszaka aktívak, akkor vadásznak. Ezért kell, hogyha a lakásba bekerül az élőhelyén például a skorpió, arra figyelni, hogy a világossággal elbújnak, és nem a természetes közegben vannak, itt például egy cipő belsejében, egy papucsba bújnak el, tehát azon a vidéken úgy célszerű reggel öltözködni, hogy a papucsot meg a cipőt érdemes megnézni és kirázni, hogy nem-e véletlenül skorpiónak a búvóhelye az. A skorpiónak amúgy a mérge, a farok végén egy tövis mellett található, ott van két méregzacskó, és abban a tövis, tehát támadásnál azt a tövist mélyíti bele az ellenfelébe, vagy a táplálékába, és úgy fecskendezi bele a mérget. Mit eszik, mit iszik a skorpió? A skorpió ez rovarevő, tehát kisebb rovarokat, esetleg a nagyobb fajták, mert azért vannak köztek a 1-2 centistől a 10 centi fölötti nagyságig is, tehát szélsőséges, hogy a táplálkozásuk. Ők már kisebb rágcsálókat is elbírnak fogyasztani, tehát nem csak az apró rovarok egészítik a táplálékukat. Mennyire veszélyesek? Itt két fajta is van, a fehérebb vagy a feketébb a veszélyes? Hát általában a skorpiónál is, bár más fajoknál is ez jellemző, hogy minél kisebb egy állat, annál erősebb a mérge neki. Ez azzal is magyarázható, hogy még egy nagyobb faj fizikailag elég erős ahhoz, hogy könnyen elejtse a zsákmányát. Egy kisebb fajnak hirtelen mérge kell, hogy azonnal meg tudja bénítani a táplálék állatot, mert különben a fizikai erejével nem tudja felvenni a harcot ellenük. És akkor a fehér a veszélyesebb? Igen, az a világosabb színű sivatagi skorpió, az egy veszélyesebb faj, de hát ezek a skorpiók nem is azért tartják, hogy mint egy hörcsögöt babusgatják őket, ez inkább egy különlegesség, egy érdekesség a lakásban, ami látványával nyújt egy különleges színfoltot, nem pedig az, hogy megszereteti magát és
és mint egy kis játszótárs van a lakásunkban. És ez a feketébb, ez a nagyobb, ez hova valósi? Ez is afrikai, ennek egy nagyon érdekes neve van. Van is róla, neki egy származási lapja van, ez a Pandius imperator. Ez egy védett faj, amit csak ilyen származási lappal lehet vásárolni. Tehát mikor beérkezik az országba, ilyen kísérővé lesz, itt honosítják. Ez egy nyilvántartott egyed. Eléggé a kihalás veszélye fenyegeti, és pontosan ezért a nemzetközi úgynevezett washingtoni egyezmény keretében történik ezeknek csak az egyáltalán behozatala, az értékesítése. Ezeket az állatokat szabadon már nem sok található, tehát szabadon a természetben nem sok található benne, de vannak már tenyészetek, ahol ezeknek a tenyésztésével is sikeresen foglalkoznak. El tudod képzelni azt is esetleg, hogy valaki ajándékképpen valakinek egy skorpiót vegyen? Hát végem el tudom képzelni, mert már pókot vittek méghozzá hölgynek ajándékba, mert az a kedvence neki. Hát ahányan vagyunk, annyi félék, hát elképzelhető, hogy valakinek annyira kedvence, hogy meglepne például skorpióval valakit. Most egy kicsit más téma, bár kapcsolódik az állatokhoz. A Tengeri Álom című filmet lehet majd megtekinteni a moziban, holnaptól egészen jövő hét vasárnapig. Ez egy különleges film, mert három dimenzióban, az egy ilyen térhatásként lehet ezt élvezni, fél órás, és hát mindenkinek nagyon tudom ajánlani, én már láttam, mert a most következő bejátszást, amikor készítettük, akkor belenézhettünk ebbe a filmbe, és csodálatos. Honnan érkezett Kiskunhalasra ez a különleges film? Ezt a filmet technikával együtt Amerikába hoztuk. És Európába először tényleg itt kerül a vetítésre? Nem Kiskunhalason, hanem Magyarországon, Budapesten volt vetítésünk az Ugocsa Filmszínházban. Utána vásároltunk még egy szettet, és ebben jártuk az országot. Voltunk Pécsen, Nagykőrösön, Pakson, most a másik szettel Fehérváron vagyunk, és most jutottunk el Kiskunhalasra. Mitől különleges ez a technika, térhatású ez a film? Ez különleges technikával van ez a film felvéve, két kamerával veszik föl és polárszűrővel. A lejátszásához szükségeltetik nekünk egy különleges objektív, akkor egy torzítót, amit mi felszerelünk egy hagyományos mozigépre, egy különleges vászon, egy ezüstoxiddal bevont filmvászon, amely visszaveri az odavetített képet, és ezt egy ilyen szemüveggel fogjuk érzékelni. Ez a szemüveg, ezt a néző kapja, ugye? Igen, aki igen. Ide jön és megnézi ezt a filmet. Ez mitől lesz ez térhatású? Tehát ez valahogy bontja a fényt? Egy polárszűrő van beépítve, és az bontja le a fényt. Uh-huh. Milyen filmet láthatunk majd? Most egy Oscar-díjas rendező, Murray Lárnernek a filmét láthatjuk, ez egy 30 perces természetfilm. Ezelőtt van egy 2,5 perces Hitachinak egy technikát bemutató számítógéppel készített nagyon látványos kis reklámfilmje. Mi már láttunk ebből egy picit, veled belenéztünk. Van, amikor a teve úgy tűnik, mintha egész közel gyalogolna hozzánk, pedig a mozivászon az több mint 10 méterre volt tőlünk. Fantasztikusan érdekes. Nem láthatott az ember még ilyet sehol, ugye? Itt Magyarországon még nem. Mi ez a Kft., amiben mi dolgozunk, ez hozta be először Magyarországra. A Euro Disney-ben volt egy olyan, ami mozgó volt, de Európában először Magyarországon került ez vetítésre. Lehet, hogy a távoli jövő vagy a közeljövő esetleg, hogy ilyen filmeket fogunk nézni? Hát szerintem ez elég költséges ahhoz, hogy egy nagy, nagy játékfilmet, vagy akár egy nagy akciófilmet, ami tele van látványossággal, elkészítsenek hozzá, de remélném, hogy ez lenne a jövő. Én nagyon tudnék neki örülni. Tehát egyelőre ezt most Kiskunhalason meddig láthatjuk? Kiskunhalason 10 napig leszünk jelen. Most szombattól jövő hét vasárnapig. Sok nézőt kívánok hozzá. Nagyon szépen köszönöm, és jó szórakozást mindenkinek.
Mai vendégem dr. Váci Lajos állatorvos, akivel a kisállatok betegségeiről fogunk beszélgetni. Te találkoztál-e már skorpióval? Mondhatnám azt is, hogy ezt a sérülésemet a legutóbbi skorpió betegem okozta, de ez természetesen nem igaz. Még nem volt skorpió betegem, remélem, hogy nem is lesz túl sok, és szerintem nem is olyan sok esélyem van rá, hogy legyen. De egyébként mit tennél, hogyha holnap beállítanának hozzád, hogy itt a skorpióm is beteg, meg kellene gyógyítani? Hát gondba lennék erősen, de azért természetesen megpróbálnék mindent elkövetni, hogy meggyógyítsuk az illető állatkát. Itt társaságunkban az asztalon van egy kicsit szelídebb állat, egy teknős. Ő milyen érzékeny? Ez a fajta teknős eléggé az érzékenyebbek közé tartozik, tehát vigyázni kell, hogy megfelelő tisztán tartsuk, megfelelően tápláljuk. A skorpiókkal ellentétben azért teknős betegen már több volt. Leggyakrabban a vitaminhiány betegségek fordulnak elő, tehát például az egyik fajta vitaminnek a hiányától a páncél puhul föl, egy másik fajta vitamin hiányától pedig belagad a szeme, és nem tudja kinyitni. Tehát azt látjuk, hogy vagy az egyik szemét, vagy a másik szemét állandóan csukva tartja, és hát hogyha mind a kettőt becsukja, akkor nehezen táplálkozik is. De ezt mind a két betegséget különböző fajta vitaminok adagolásával megelőzhetjük, illetve a későbbiekben, ha már kialakult a tünet, akkor állatorvoshoz kell vinni a teknőst, és gyógyítható a betegség, de az már kellemetlenebb, mert akkor oltani szoktuk őket. Hát itt most ő is becsukta a szemét, de gondolom nem azért, mert beteg. Nem, azért, mert megijedt tőlem, lehet, hogy már volt állatorvosnál. Többen tartanak mostanában hüllőket, kígyókat, leguánokat, különböző állatokat. Ilyenekkel találkoztál-e már, illetve mi a teendő, hogyha megbetegszenek? Hát a hüllők kezelése egy elég speciális feladat. Tehát természetesen ugyanúgy, mint az ember-orvosi rendszerben, hogyha megbetegszik az állat, akkor a helyi állatorvoshoz javaslom, hogy el kell vinni, és természetesen, hogyha a helyi állatorvos úgy gondolja, hogy nem tud rajta segíteni, akkor el fogja irányítani az illető gazdát olyan kollégákhoz, akik ebben jobban járatosak. Általában itt az állatkerti állatorvosok azok, akik értenek jobban a hüllőköz. És természetesen ilyen egyszerűbb betegségekhez, amit az előbb is említettem, vitaminhiány, baktériumos esetleg, néhány vírusos betegséget mi is meg tudunk oldani, de ugye még a kutya meg a macska városokban elterjedt, ott sokkal több mindent meg tudunk oldani, mint esetleg egy leguánnál, vagy egy krokodilnál például. De természetesen ott is mindent elkövetünk, és a megfelelő szakemberhez továbbítjuk abban az esetben, ha mi nem bírunk az illető betegséggel. Honnan tudhatjuk meg azt, hogy a kisállatunk most beteg, illetve meg fog betegedni? Mikor gyanakodjon a gazda? Hát úgy gyanakodni, mivel ezek az állatok szobában vannak, tehát ott a környezeti tényezők állandónak vehetők, tehát a hőmérséklet, páratartalom, tehát a ilyen megfázásos jellegű betegségekkel ritkábban kell számolni. Amint már mondtam, a takarmányozási problémák azok gyakrabban előfordulnak, tehát bizonyos vitaminok hiányozhatnak az állatok tápjából, de ezt bármelyik állatkereskedőnél vagy állatorvosnál, illetve állatgyógyszer tárban be lehet szerezni. Ugyanúgy, mint a többi állatnál, nem eszik, bágyat, nem mozog, ahogy szokott, tehát nem úgy viselkedik, mint egyébként, mikor jól érzi magát. Tehát aki már régebb óta tart bármilyen állatot, az tudja, hogy milyen az ő kedvence, ha jól érzi magát. Hogyha huzamosabban ettől eltérő a viselkedése, akkor számíthatunk rá, hogy megbetegszik. Két hete itt a stúdióban velünk volt egy papagáj is. A madaraknál milyen gyakran fordulnak elő a betegségek? Madaraknál azért gyakrabban. Tehát hüllők lehet, hogy azért is, mert kevesebben tartanak hüllőt, azért találkozunk vele kevesebbet, de papagájokkal, például kismadarak, a galambbal, kanárival gyakrabban találkozunk, különböző vírusos, baktériumos megbetegedésekkel, szintén vitaminhiányos betegségekkel, élősködőkkel is találkozhatunk. Papagájnak lehet rossz szokása, unatkozik és leszedi magáról az összes tollat, és akkor utána mesztelen kismadár lesz, ilyen is előfordulhat.
Tehát ővelük gyakrabban előfordulnak. Gyakrabban találkozunk velük a rendelőkben. A kutatók mennyire foglalkoznak a kisállatok betegségeivel? Tehát kísérleteznek ki új gyógyszereket, gyógymódokat? Nincs rá különösebben szükség, mivel a házi szárnyasok gyógyszerei alkalmasak. Tehát ott nagyon-nagyon sokféle gyógyszert kidolgoztak már a kutatók, és csak itt csak azt kell a kutatóknak elvégezni a madarakkal kapcsolatban, hogy melyik gyógyszerek alkalmasak az ő részükre is. Tehát lényegesen egyszerűbb kipróbálni azt, hogy például a csirkéknél alkalmazott gyógyszerek közül melyik alkalmas papagájnak is, mint egy egészen új gyógyszert kikísérletezni. Ugyanezt elmondhatnám a hüllőkre is, tehát például az Állatorvostudományi Egyetemen is, vagy az állatkertekben is azokat a gyógyszereket alkalmazzák, amit a többi állatnál. Természetesen van olyan, amelyiket hüllőknek, vagy tengeri malacnak, vagy akár papagájnak nem szabad adni azok közül a gyógyszerek közül, amit a haszonállatoknak szabad, de ezzel foglalkoznak. Tehát az állategészségügynek van ilyen szakterülete, tehát az állategészségügy törődik a házi kedvencekkel is, és nem veszi őket félváról. Hamarosan indítunk egy sorozatot az akváriumi halakról. Úgy tudom, hogy ott van bőven betegség. Igen. Hát az akvarisztika is egy külön tudományág, de itt is különbözőféle kórokozók előfordulnak, tehát vírusok, baktériumok, különböző élősködők, tehát itt a víz minősége az nagyon-nagyon fontos, tehát az akvárium megfelelő tisztántartása, megfelelő oxigénellátása, az akváriumban élő állatok, növények megfelelő egyensúlya, amire nagyon kell vigyázni, és általában, ha ezeket a dolgokat betartja az akvarista, akkor ritkán fordul elő betegség. Egyébként akkor vagyunk bajban, hogyha ez a kulcs véletlenül elveszik, vagy beletörik a zárba, akkor bizony másoltatni kell. Hát most azt nézzük meg, hogy hogyan másolnak kulcsot. János bácsi mióta foglalkozik kulcsmásolással, készítéssel? 1937. március 10-én mentem el géplakatos és mérlegkészítő inasnak, és már inas koromban is 1940-ig, még 1940. március 10-én szabadultam föl, mint géplakatos segéd, és a 3 év alatt addig készítettünk kulcsokat. De csak kézzel, akkor még ilyen, hogy kulcsmásológép nem volt, mindent reszelővel, vágóval, mindent kézzel csináltunk. Milyen titkai vannak a jó kulcsnak, kulcskészítésnek? A jó kulcskészítésnek először is jó anyagból kell a kulcsot csinálni, és ha jó anyagból csinálják, a gépnek jónak kell lenni, és a gépet pontosan kell beállítani, mert ha a gép nem jó, akkor rossz a kulcs, avagy ha a mintakulcsot, amit az ügyfél hoz, akkor is, ha az nem jó zár, akkor amit én csinálok, az sem. Milyen gépeket, szerszámokat használnak? Hát ide egyszerű gépeket, ezeket még anyagbeszerző voltam a fémmunkásnál, ott készítettük ezeket a gépeket, ott készítette a TMK, ez kisipari gép, vannak egész komoly, nagy teljesítményű gépek, de nekem arra nincs szükségem, én nyugdíj mellett elkészítésként dolgozom, és hát ez a gép nekem arra tökéletesen megfelel. A régi kulcsok, vagy a manapság készült kulcsok a jobbak, a tartósabbak? Hát a régi kulcsok azok annyiból voltak jobbak, annyiból voltak jobbak, hogy öntött vasból készültek. A mai kulcsok kompozícióból, ilyen vegyes fémből, horgany, alumínium, réz ötvözetnek a keverékéből csinálják, de az is, ha a célnak megfelelően használják, akkor tökéletesen lehet vele dolgozni. Én 15 éve építettem ezt a házat, azóta én a kisajtót abban az egy kulccsal zárom. Milyen folyamatai vannak a kulcsmásolásnak? Kulcsmásolásnak csupán annyi az egész, hogy a fél hozza a kulcsot, hogy milyen takar. Én benyúlok a dobozba, előveszek egy nyers kulcsot, beteszem a gépbe, megcsinálom és átadom. Találkozott-e már különleges kulcsokkal? Találkoztam. Van, nagyon sok kulcs van, majd fogok mutatni tárjegyzéket, ott van az asztalon, hogy amikor én ezt elkezdtem még 85-be is, akkor is csak 10
vagy 12 fajta cilinderbetét volt, máma több száz van. Minden országból olasz, francia, spanyol, német, csehszlovák, és ehhez őrületes mennyiségű kulcs kellene, hogy az ember mindent tudjon csinálni. És amik legjobban forgalomban vannak itt, mi nálunk ezen a részen, azokat használjuk, és azokhoz hozunk nyersanyagot. Munkája során találkozott-e valamilyen érdekes esettel? Hát különösebben nem, hát olyan dolog előfordult, hogy csináltam valakinek három kulcsot, és akkor visszajött fél óra múlva, hogy a kulcsok nem jók. Én mondtam, mert mindenkinek megteszem azt, hogyha probléma van, vagy nem megfelelő az, amit én csináltam, akkor szólnak nekem, és piac után 11 órakor oda megyek, helyszínen meggyőződök arról, hogy mi a baj. Ha meg lehet csinálni, megcsinálom, ha nem lehet megcsinálni, akkor visszaadom a pénzt. Vagy csinálok újat, tehát mindenféleképpen a vevő nem károsodhat. És ez úgy történt, hogy visszajött, hogy nem jók a kulcsok, elmentem, megnézem és kértem, hogy adja ide az ő kulcsát. Ide adta az ő kulcsát, amire én csináltam, és beteszem az árba, az se jó. És akkor mondtam neki, hogy uram, ez sajnos nem az én hibám, de azért, hogy önnek segítsek, megmutatom, hogy mi a probléma. Az árbetétet kivettem az árból, és megmutattam, hogy az árbetétben a kulcs jó, de ő neki az árja volt szétesve. Na akkor ért az árakhoz is. Milyen tanácsokat tudna nekünk adni? Például ahhoz, hogy nehogy beletörje valaki a kulcsot az árba. Hát, hogy ne törjék bele a kulcsot az árba, ennek két mondjuk legfontosabb része van. Az ajtó idő után, hosszú idő után leszáll, és az a rész, ahova zár be az árnyelv, az följebb esik, azaz az árnyelv lejjebb esik, és annak nekiszorul. Most, ha annak nekiszorul, nem megy be könnyedén a helyére, olyankor szokták eltekerni és eltörni a kulcsokat. Tehát az a lényeg, hogy a zár és az ajtóra szerelt a vasalás, amiben az csuk be, zár be, azok mindig úgy álljanak, hogy tökéletesen tudjon záródni. Aki ilyen sokat foglalkozik kulcsokkal, zárakkal, az biztos minden zárral elboldogulna, így van ez? Hát nem egészen, mert azért vannak különleges zárak, amikhez például a páncélszekrény zárakkal abszolút nem foglalkozom. Más cilinderbetétekkel, hagyományos régi kulcsokkal, a soproni kulcsokkal, tehát más kulcssal mindennel foglalkozom, autókulcsokkal, keleti gyártmányokkal egyelőre. Most folyik a gépemnek az átállítása, vagyis átszerelése, hogy a nyugati autókulcsokat is meg tudjam fogni vele. Ez egy szép szakma, tudná javasolni a fiataloknak? Ez a fiataloknak ez nem kell, mert itt nem lehet milliókat keresni két perc alatt, itt meg kell nagyon dolgozni a pénzért.